A normális étkezés az halannyi jobb. Bike Mafia hétfői vitaminkommandója. Szendvicseket készítünk közösen, és ezt bringával szállítjuk ki. Takarókat, minden egyebet, amit a hajléktalan emberek kérnek, és megpróbáljuk beszerezni, azokat megkapják. Általában ugye megvajazzuk, felvágott kerül bele, minél több zöldet szoktunk, saláta, paprika, illetve hát ugye szoktunk adományokat kapni. Nagyon szépen köszönöm a kettő nevébe, még egyszer. Szívesen, fogyasszák egészséggel. Nagyon nemes cselekedés, köszönöm szépen. Nem győzök. Nem győzök halálkodni. Köszönöm szépen. 5,5 éve van Bike Mafia. Nem csak Budapesten most már, hanem nagyon sok városban. 2 évvel ezelőtt volt egy takarógyűjtés, és volt otthon 2 takaróm, és gondoltam egyet, hogy na, most vagy soha, eljöttem. Persze csak a takarót hoztam, és hát rögtön mondták, hogy jaj, szia, gyere, maradjál, segíts nekünk, stb. És akkor így megtetszett. Tehát az első alkalommal úgy mentem haza, akkor még ugye villamossal, akkor még úgy mentem haza, hogy úristen, hogy mindenkinek el akartam mondani, hogy én most csináltam meg 150 szendvicset a hajléktalan rászorulók részére. És ahogy láttam, hogy ők mindig mennek kerékpárral, és úgy én szerettem volna menni, és akkor hát így egy fél év után vettem a bátorságot, és akkor először eljöttem kerékpárral, és és hát hatalmas élmény volt, tehát mindenkinek tudom ajánlani, nekem tehát abszolút megváltozott ugye a szemléletem is így az utcán élő emberekkel szemben. Meg hát tehát maga az, hogy adok valamit, hogy segítek másoknak, tehát annyi pluszt ad nekem. Állandó projekttel működünk, ételmentés projekt, autósokkal, kerékpárosokkal, és mindemellett lakásfelújítós projekt, tehát rászoruló családok lakásait újítjuk fel. Iskolákba járunk előadni. Multiknak most már van multicégeknek főként érzékenyítő tréningünk, előadásunk, aminek keretein belül ugyanúgy főzünk is, és ki is visszük a hallítani embereket. Mindig kellenek az új emberek, mindenkit szívesen látunk, mindenki kipróbálhatja, csak a szendvics készítés is, ha van bicaja, akkor ugye a biciklizést is. Erős az érdeklődés Európából, sőt Amerikából és Chicagóból, tehát hogy folyamatos a kommunikációnk ezekkel a városokkal, és nagyon úgy tűnik, hogy ezt a fajta, mondjuk az, hogy filozófiát, vagy szellemiséget ki tudjuk vinni más országokba is.